A legmodernebb automata sebességváltók gyártásával bővíti tevékenységét Egerben a német ZETEF, jelentette be Ben Stockmann, a cég személygépjármű hajtástechnika divíziójának alelnöke Budapesten a külügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón. A cég 1995 óta van jelen a városban, 850 főnek adnak munkát. A mostani beruházással nem csak új munkahelyeket hoznak létre, hanem tovább növelik majd a helyi beszállítóik körét. Az önkormányzat együttműködött a fejlesztés előkészítésében, a Habis László polgármester. Az új egri gyár építése több éves előkészítő munka eredménye, amely számunkra a helyszín előkészítését, a szükséges területek megszerzését és jelentős infrastruktúra fejlesztéseket jelent. Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, fontos bejelentések időszaka Eger számára a mostani. A Bikavér Hungarikummá válása mellett a RUAG hadipari cég fejlesztése után most a CETEF beruházásáról szólhatnak. Több mint 700 polgárnak teremtünk munkahelyet városunkban és városunk környékén. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus eredmény és egy nagyon komoly fejlesztés. Kimondhatjuk, hogy Egerben innentől kezdve, aki munkát szeretne, aki dolgozni akar, annak erre egészen biztosan megvan a lehetősége. A német autóipari cég 31 milliárd forintból hozza létre az új gyárat, amihez a kormány 6,7 milliárd forintos támogatást nyújtott. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatott. Emlékeztetett arra, tavaly rekordot döntött az autóipar termelési értéke, és a mostani CETEF beruházással várhatóan 200 milliárd forinttal nőhet a magyar export. A miniszter szerint fontos, hogy Magyarország ne csak a termelés tekintetében legyen vonzó, hanem ideális kutatásfejlesztési helyszínné is váljon. A CETEF, amely világszerte 140 ezer embernek ad munkát, amely világszerte 300 céggel rendelkezik, és az a CETEF, amely világszerte 13 ezer embert alkalmaz kutatásfejlesztési területen. Ráadásul mind a hajtástechnikai elemekben, mind a biztonsági elemekben, mind a futóművekben a világpiac vezető vállalatáról beszélünk. A CETEF munkatársai az elmúlt 22 évben megközelítőleg 1,5 millió sebességváltót gyártottak, hangzott el. Az új projekt révén teljesen új csúcs technológiát hoznak Magyarországra, és tervezik tovább növelni a helyi beszállítók arányát.